Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Deli Kinga vagyok. A Gólyavár feltárásának egy újabb szakasza zárult le. Kanász Gyula emlékét őrzi a tábla a dombóvári templomban. Az iskola kezdés segíti az új esélyközpont Dombóváron. 21. nemzetközi magyar fotószalon kiállítás a Dombóváron. Idén is folytatódott Dombóváránál az a régészeti feltárás, ami már több éve folyik a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének szervezésében, Dombóvár város önkormányzatának és a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának finanszírozásával. Az egy hónapon keresztül tartó munkálatok során idén is nagy mennyiségű leletanyagra bukkantak a régészek, de a tervek vannak a jövőre nézve is. A 611-es út mellett található a Gólyavár, ami közel másfél évszázadon keresztül szolgált a dombai család számára rezidenciaként és birtokközpontként. Az ásatási tevékenységeket két csoportra lehet osztani. Az egyik az a megelőző feltárásoknak nevezett kategória, ami különböző építkezésekhez kapcsolódik, úgy országosan, mint Tolna megyébe, ebből van jóval sokkal több. A Szekszárdi-Vasinszky-Mór megyei múzeum területileg illetékes múzeumként Tolna megy egész területében az ilyen típusú munkálatokat ellátja. És van egy másik kategória, ami sajnálatos módon az elmúlt évtizedekben már nagyon megritkultak, ezek az úgynevezett tervásatások, amely vagy országos helyről indulva, vagy akár egy helyi kezdeményezésként egy-egy fontosabb, frekventáltabb régészeti lelőhely vagy műemléknek a feltárását tűzi ki. A dombóvári Gólyavár ásatása ilyen, nem a Szekszárdi Múzeum végzi a feltárást, hanem a Eötvös Loránd Kutatóhálózat Bölcsészettudományi Kar Régészeti Intézetének a feltárásában zajlik a munka, a Szekszárdi Múzeum viszont befogadja az itt feltárt leletanyagot, restauráljuk, leltározzuk, tehát igazából a Szekszárdi Múzeumnak a gyűjteményébe kerül, amely igény esetén vagy hát majdani kiállítás esetén természetesen Dombóvárra is tud kerülni, kiállítás vagy formájába, vagy akár majd publikáció formájába. A 14. század végén vagy a 15. század elején épült várat az évszázadok lassan maguk alá temették. A lelőhelyen a 2014 óta tartó feltárás során sikerült tisztázni a vár kiterjedését, főbb építési periódusait. Itt ez már sokadik éve zajlik ez a feltárás, minden évben nyaranként, ilyenkor közel egy hónapig, vagy akár 5-6 héten keresztül is fiatalok segítségével folyik ez az ásatás, és hát minden egyes ásatási idényben egyre többet és többet lehet megtudni erről a egykor nagyon szép, hát több periódussal is rendelkező várról. Várásatás egyébként legutoljára talán a nevesebbek közül az ozorai várat tudnám felemlíteni, ami az 1980-tól 1990-es évek közepéig, végéig tartott. Az volt egy olyan utolsó nagy klasszikusnak mondható várásatás, amelynek a sorában most ez a dombóvári lépett. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének munkatársai július közepén folytatták a már 2014 óta zajló munkát az egykor Dombóvár határában álló épületnél. Hagyományos régészeti feltárás mellett geofizikai vizsgálatokat is végeztünk a lőhely területén, továbbá kiegészítettük a már meglevő geodéziai felméréseket is. A geofizikai vizsgálatok során talajradarral mértük fel a hozzáférhető területeket, és így a várnak még az eddig ismeretlen alaprajzi részleteit sikerült feltárnunk, és ennek alapján nyitottunk egy új szelvényt, amelyben az északi épületszájnak a maradványait próbáltuk megtalálni, illetve a hozzá kapcsolódó úgynevezett keleti belső toronynak az alapozását, és itt az eddigi ismereteink szerint egy pince szintet sikerült megtalálnunk, ami fel van töltve a vár lerombolás után keletkezett építési törmelék, bontási törmelékkel. Továbbá a régi szelvények közül két helyen folytattuk a feltárást, részben a kereti várfalnak a mentén, ahol elsősorban törökkori rétegeket és jelenségeket tudtunk feltárni, továbbá a nyugati oldalon az egykori kaputoronynak a helyén, ahol a jelek szerint úgy tűnik, hogy sikerült megtalálnunk az eredeti kapubejárónak a maradványát. Az épületet a 18-19. századi szakirodalom úgy tartotta számon, mint Dombai Pál, a híres jogtudós vára, amelyről az idei feltárási munkálatok során is sok hasznos lelet került elő. Idén is nagy mennyiségű leletanyag került elő, elsősorban kerámiából és állatcsontból
találtunk. Terveink szerint az ásatásokkal párhuzamosan megkezdődhetne az előhelynek a műemléki állag megóvása. Továbbá az önkormányzat egy közösségi helyszínnek a kialakítását tervezi a lelőhelyen. A Dombóvári Katolikus Egyházközség, a Fekete István Kulturális Egyesület és a Kanás család finanszírozásával valósult meg az az emléktábla, amely a kertvárosi Szent István templom falán kapott helyet, és az építő köműves mester emlékét őrzi. Az ünnepi szentmisén a családon kívül sok környékbeli vett részt, akik közül többen ismerték a szakembert, akinek a templom építési munkáit köszönhetik. Dombóváron a kertvárosi Szent István templomban szentmise keretében emléktáblát avattak az építő Kanász Gyula kőműves mester tiszteletére. A család örömmel fogadta a kezdeményezést, mint ahogy annak idején a mesterember a megkeresést az építéssel kapcsolatban. Ez egy csodálatos dolog volt, amikor a plébános úr fölkérte, mert ő sem gondolta, hogy ilyen nagy munkát kérnek tőle, és hát ez egy csodálatos időszak volt az építkezés. Ő nagyon büszke volt erre, de olyan szerény ember volt, hogy annyira nem mutatta ki, de mindig büszke volt erre a templomra. Megmondom őszintén, hogy nagyon meghatódtam, és mielőtt itt megtörtént a festés a templomnak, én volt szerencsém körbejárni, és én nem is gondoltam, hogy ez ekkora mérvű építmény, és olyan gyönyörű, kintről is megcsodáltam, hogy jóval már többször látta az ember, de mégis valahogy másképpen gondoltam, mint amikor ugye most körbejártam, hát ez egy valami csodálatos, szép építmény, és nagyon büszke vagyok rá, és a családom is, hogy ilyen szép dolgokat, és nagyon sok családi házat és gyönyörűeket láttam már, de hát ez a fő és a templom toronynak a második tornya, ez a fő munkája neki. A templom építésére 1987-ben kapott megbízást a köztiszteletnek örvendő szakember. 1989-ben fejezte be, közben a közösség arra is megkapta az építési lehetőséget, úgyhogy mind a kettőt ő építette, sőt a temetőben található rovatalozót is ő építette. Én egy nagyon becsületes embernek ismertem meg, Gyulát is nagyon jó szakembernek, és hát ugye mi szombaton, még akkor dolgoztam, szombatonként itt voltunk barátaimmal, segítettünk az építkezésben, hétköznapokon pedig a már akkor nyugdíjas idős férfiak, nők segítettek, hogy minél előbb felépüljön ez a templom. És úgy gondoltam 31 nagy év távlatából, mint helytörténész, hogy emlékezni kell a Kanász Gyulára, mert 20 év múlva már senki nem fogja tudni, hogy ki építette ezt a templomot, itt pedig a tábla fogja tanúsítani azt, hogy ő egy nagyon becsületes, tisztességes ember volt. A templom elkészültét sokan segítették a helyiek közül, megmozgatta a környékbelieket, mindenki azon volt, hogy mielőbb elkészüljön. Farkas András apátunknak is köszönhetően, mert ugye ő nagyon jó szervező is volt, tehát ő megszervezte, hogy itt minden szombaton legyenek emberek, akik segítkeznek, és hát azt is tudni kell, hogy ilyen parttalan volt még, és 4 évig húzódott ennek a templomnak a felépítése. Először nem is akarták, a párbizottság ugye nem is akarta, hogy akkora legyen ez a templom, és akkor kis fondorlat volt az egész tervezésben, ugyanis ez a rész itt oldalt, ez hittanteremnek készült, látszik is, hogy fönn vannak az ajtópántok, tehát itt egy külön elszeparált helyiség lett volna, de aztán Farkasdi apátúr nem csináltatta meg az ajtókat, hanem így nyitva van, úgyhogy így ennyivel nagyobb a templomunk. Az emléktábla Séfer Zoltán keze munkáját dicséri, aki Kanász Gyula kőműves mester halálának 4. évfordulójára készítette el, hogy ezután a kertvárosi templom falán emlékeztesse mindenkit az építő személyére. A Dombóvári Új Esélyközpont és a Baptista Tevékeny Szeretett Misszió Alapítvány idei tanszergyűjtő kampányának lezárásaképpen tanszeradományosztást szervezett az intézmény ellátotti köréhez tartozó gyermekek számára. Az alapítvány mottója: te jövőnek hívod, ő álomnak, mi célnak. Az iskola pedig egy cél, így 30 diák tanévkezdéséhez járultak hozzá.
A baptista tevékeny szeretett misszió alapítvány célja a jövő generációjának hátrányos helyzetből induló, de szerencsésebb társaihoz hasonló álmokkal élők segítése, így a tanévkezdés egy egyértelmű cél, amit segíteni kell, emellé pedig a város önkormányzata is támogatólag áll. Szerencsére többféle ilyen segítő akció van, és most az egyik ilyenben vettünk részt. Biztos vagyok benne, hogy Magyarország szinte összes településén vannak rászorulók, akiket segíteni kell ilyenkor is. És hát nagy öröm számunkra, hogy egy ilyen szervezet működik Dombováron. Ők egy gyűjtés rendezett, és abból körülbelül 30 kisgyereknek az iskola kezdését tudta megkönnyíteni nagyon hasznos taneszközök ajándékozásával. És hát jó volt itt látni, hogy milyen örömmel vették át a gyerekek és a szüleik ezeket a tanévet segítő dolgokat. Több ilyen kezdeményezés van, és az önkormányzat mindegyik ilyenben részt vállal. Nyilván van egy segélyezési rendszere a városnak, mint minden városnak, de hát ezt most nem kavarnám ebbe bele. Ami nagyon fontos ebben a fajta segítségnyújtásban, az a koordinálása a dolgoknak. Egyébként több ilyen van, a tanévkezdés ilyen, a karácsony ilyen, és hát ebben igyekszünk azért segíteni. A Dombovári Új Esély Központ a baptista tevékeny szeretett misszió alapítvány idei tanszergyűjtő kampányának lezárásaképpen 30 diák részesült az iskolakezdést segítő csomagban Dombováron. Meghirdettük több platformon, és kértük, hogy akinek lehetősége van rá, akkor segítsen és adományokkal támogassa a gyerekeinket, és ami pedig nem sikerült, vagy amennyit nem kaptunk, azt kipótolta az alapítványunk. A csomagokban nagyrészt füzetek, ceruzák, radírok, vonalzó, festékek, tehát néztük a korosztályt, és ahhoz mérten raktuk össze a csomagokat. A tanszeradomány nélkül nehezebb lenne a tanévkezdés, fogalmazták meg a szülők, de hogy ez mekkora terhet is jelent? Rettenetesen nagyot. Nagyot. Mert kevés, amit kapok. A jövedelem az 93 000 forint, amit összesen kapok, a gyermekvédelmi meg 26 000, és 4 iskolásom van, mert van még egy 16 évesem is, úgyhogy nem könnyű. Úgyhogy most ez a nagy segítségünk, hogy a tankönyvek ingyen vannak, meg kezdésnek volt füzet. Ennyi. Ennyivel kezdjük az évet. A szervezet célja támogatni azokat, akik azonos képességekkel, de messze lemaradó lehetőségekkel állnak rajtvonalhoz. A Magyar Fotoművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezte, hogy augusztus 29-e a Magyar Fotográfia napja legyen, hiszen ezen a napon készült hazánkban először nyilvános rendezvényen fénykép. Ez a nap alkalom arra, hogy a társadalom figyelmét a fotókultúrára és egyben a fotótörténeti értékekre irányítsák, Dombováron is, ahol a 21. Nemzetközi Magyar Fotószalon 2021-es kiállításából válogatott alkotások láthatóak. A Dombovári Művelődési Ház aulájában egy fotókiállítás várja az érdeklődőket a Magyar Fotográfia napja alkalmából. 1840-ben volt először Magyarországon a Tudós Társaság által bemutatva a fényképezés, vagy hát a daguerreotípiának egy példánya, vagy példányait mutatták be. Tehát a fényképezés Magyarországon 1840. augusztus 29-én indult el. Na most a szerte a nagyvilágban, Párizsban pedig kb. Egy évvel ezelőtt, tehát 1839-ben a francia állam megvásárolta Daguerre-nak a találmányát, és mindenki számára elérhetővé tette. Hát innét a fotográfiának a napja. A Magyar Fotoművészek Világszövetsége, akit én itt képviselek jelen pillanatban, és itt az alkotások is a szövetségünkhöz tartozó fotoművészeknek az alkotásai, nyilván ugyanazt szeretnék, tehát hogy a vizuális kultúra minél elterjedtebb legyen Magyarországon, és azon túl is, tehát a szövetségünk az egy csomó anyaország és anyaországon kívüli magát magyar identitásúnak valló fotoművészt képvisel. És a képviseletüket úgy gondoljuk megoldani, hogy minél több helyen a médiákba, vagy éppen kiállítási terekbe az alkotásaikat bemutatjuk. Na most, akik szervezetünkhöz tartoznak, azok körülbelül 9 országban élnek, körülbelül összesen 180-an vagyunk. Az aulában látható fotókat a 21. Nemzetközi Magyar Fotószalon 2021-es kiállításából válogatták a szervezők. Erre a pályázatra
1492 alkotás érkezett be, és a szövetségünktől független zsűri ezek közül kb. 150-et választott ki, és jelen pillanatban 44 darab látható ebből 150-ből itt Dombóváron. Nagyon örülünk annak, hogy éppen Dombóvár adott otthon, tehát ennek a kiállításnak, és a Dombóváron is megjelenhettünk a Magyar Fotoművészek Világszövetségének az alkotói, és hát ezeket az alkotásokat bemutathatjuk és megismertethetjük a dombóvári igényes közönséggel is. A kiállított fotók több témát elevenítenek meg, így mindenki megtalálhatja azt, ami igazán magával ragadja. Van egy általános kategóriák, színes fekete-fehér, azt hiszem barátom a bor, és mindig valamilyen időponthoz, vagy valami személyhez köthető, költőhöz, bárkihez. Most igen, a Moholy Nagy László, aki egy nagyon ismert magyar fotográfus, fotoművész volt, a modern magyar fotográfia megteremtője, hogy így mondjam, és hát előtte tisztelgett ez a kategória, és vártuk az alkotásokat a fotoművész társainktól, és egész szép alkotások, fotók érkeztek be erre a pályázatra. Hát kicsit hazabeszélünk, büszkék vagyunk ezekre a képekre, már miért ne? Úgyhogy hát ilyen kategória, mert minden évben ez változnak ezek a kategóriák. Hát a bor kategória az meg olyan, hogy a Magyarországon élünk, Magyarország egy híres bor termelő ország, és a kulturált borfogyasztás hát nyilván minden magyar embernek érdekel, és hát ezelőtt tiszteleg ez a kategória. A Magyar Fotoművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége szervezésében immár 19. alkalommal ünnepeljük a Magyar Fotográfia Napját, amelyhez Dombóvár a kezdetektől csatlakozott már. A legelső évben 2003-ban, akkor nagyon rövid időszak volt, amikor megjelent a felhívás, nagyon rövid időszak volt, és nem tudtunk a művelődés házzal földeríteni, hogy kit hívjunk meg, ezért egy olyan akciót találtam ki, hogy egy paravánt itt kitettünk, és közé tettük, hogy bárki bármilyen fotót hozzat kiragasszuk, és az ott egy hétig lehet nézni. Ez volt az első, és a következő évben már rá tudtunk készülni, akkor Baric Kati nemzetközi hírű fotoművész hívtuk meg, és attól kezdve minden évben én is örömmel vettem, hogy a Magyar Fotoművészek Világszövetségének a tavalyi pályázati anyagából jött egy válogatás, mert elég sikeresen működik ez a csapat. A kiállított fotók között szerepel olyan is, ami Tolna megyében készült, egy ünnepség pillanatát örökítette meg a fotográfus. Én 10 éves korom óta fotózok, tehát mondhatom, hogy az életem részévé vált a fotózás, és mindenevő vagyok a fotózásban, tehát bármilyen téma jöhet. Én imádok természetet fotózni, embereket fotózni, és hogy mit ad nekem a fotózás örömet, amit szeretnék megosztani másokkal. Tehát nekem nagyon fontos, hogy amit én szépnek látok, azt úgy gondolom, hogy más is talán szépnek lát, és igyekszem megmutatni akár kiállítások keretében, akár könyv keretében, mert most már 2 olyan könyvem is megjelent, ami a fotóim vannak, és igazából ez az, amit ad. Tehát mindent ad nekem, részben a munkám is a fotózás, részben hobbi, minden. Ami fotó itt most a falon van, ezt Bonyhádon készítettem egy ünnep alkalmából, ugye nemzetőrök, ahogy háttal állnak, és egy kislány nagy csodálkozó szemekkel és viseletbe öltözve nézi. Ez nekem valahogy egy ilyen érdekes és fantasztikus pillanat. Ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy mit adhat egy fotó, és nagyon fontos, hogy hangulatot ad, érzést ad a látványon kívül. Tehát az benne kell legyen egy érzés, amit tovább tudok adni. Ezeket az érzéseket pedig október 3-áig adja át ez a kiállítás a Dombóvári Művelődési Házban. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!